Romániában felsorakoztak júniusi helyhatósági választások jelöltjei, köztük a Magyar Voksokért versengő RMDSZ és Magyar Polgári Párt csapata. Múlt héten már szó volt műsorunkban az MPP célkitűzéseiről, most Marosvásárhelyre kapcsolunk, ahol az RMDSZ kampányáról lesz szó. Szervusz, Laci! Mondd, mit vár a szövetség a júniusi voksolástól? 2500 képviselője van önkormányzati testületekben és 190 polgármestere. 5 Erdélyi megye, Bihar, Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár tanácsát irányítja RMDSZ-es tisztségviselő. A szövetség legalább ennyi mandátumot szeretne szerezni az idei júniusi helyhatósági választásokon is. Vendégünk a Marosvásárhelyi stúdióban Markó Béla, az RMDSZ elnöke. Üdvözlöm műsorunkban. Jó napot kívánok! Elnök úr, az RMDSZ pozitív kampányt ígért. Milyen tervekhez kérik a támogatást? Pozitív kampányt ígértünk, és van lehetőségünk pozitív kampányt végigvinni, hiszen az én értelmezésemben ez azt jelenti, hogy egy politikai párt vagy szervezet ért el eredményeket, föl tudja mutatni azt, hogy mit tett az elmúlt években, és föl tudjuk mutatni azt, hogy mit akarunk tenni. Tehát egyszerűen tudjuk, hogy az önkormányzatokban mi a dolgunk, tudjuk azt, hogy Erdély különböző részein milyen célokat kellene megvalósítanunk. Új ellenfele van az RMDSZ-nek, a Magyar Polgári Párt. Készültek-e közvéleménykutatások az esélyekről? Hát valamennyire új ez az ellenfél, de legalább ennyire régi is, mert meg kell mondanom, hogy én nagyon sok olyan embert fedeztem fel a Magyar Polgári Párt listáin, akik hát megméretkeztek az RMDSZ erőválasztásain, és veszítettek, és akkor elégedetlenségükben hát elálltak mellőlünk, vagy olyanok is vannak, akik már próbáltak politizálni az RMDSZ-ben, és hát nem sikerült, és akkor másút próbálnak szerencsét. De ez nem azt jelenti, hogy én lesajnálok bármilyen ellenfelet, vagy bármilyen RMDSZ-en kívüli politikai csoportosulást. A véleményemet nyilván elmondom róluk, de ez nem vonatkozik azokra, akik esetleg valamilyen elégedetlenség miatt másra szavaztak, például az őszi európai parlamenti választásokon. Én azt hiszem, hogy nekünk rájuk is szükségünk van, és az RMDSZ-nek tulajdonképpen az a célja, hogy az egész magyar közösséget maga mellé állítsa továbbiakban is. Ugyanis bármilyen kevés szavazat adott esetben úgymond megfoszthat minket, nem az RMDSZ-t, hanem a magyar közösséget a képviselettől. Jó példa erre a 8 évvel ezelőtti marosvásárhelyi polgármester választás, ahol 170 szavazat miatt nem tudtuk a tisztséget megszerezni. Nekünk nem szabad az ilyen kudarcokat megismételni. Valószínűleg a Magyar Polgári Párt nem csak szimpátia voksokra számíthat, éppen azért, mert egy új politikai alakulatról lévén szó, begyűjtheti esetleg az RMDSZ-szel elégedetlen magyarok szavazatait. Ilyenként nem tartja veszélyes ellenfélnek? Hát ebben a pillanatban valószínűleg csak ennyiről van szó, hiszen ez a párt nemrég alakult, programot én úgy látom nem tudtak felmutatni, igazi alternatívát az RMDSZ-hez képest nem tudtak felmutatni. Azt mondanám, hogy az alternatíva tulajdonképpen az RMDSZ-en belül van. A mi listáinkon van ott a változás. Nagyon sok fiatal jelentkezett, nagyon sok fiatal van a jelölt listáinkon, és emögött persze egy nagyon komoly előválasztást is föl lehet mutatni. Tehát még egyszer mondom, én minden ellenszavazatot veszélyesnek tartok, vagy a közömbösséget is veszélyesnek tartom, mert nagyon sok helyütt csak akkor tudunk magyar önkormányzati vezetőt választani, hogyha összefogunk. Maros megyében, Szatmár megyében, Biharban, Szilágyban, és sorolhatnám azokat a közigazgatási egységeket, ahol teljes összefogásra van szükség. Annál is inkább, mert jól látható, hogy a román pártok felismerték ennek a fontosságát. Nagyon érdekes, hogy velünk szemben én úgy fogalmaztam, hogy egyfajta szörnyszövetség alakult egyeseknek, nem tetszett ez a fogalmazás, de hát ez a helyzet. Maros megyében is, Szatmár megyében is román pártok, a szociáldemokrata párt, meg az egyébként egészen más helyen álló demokrata párt, meg a Nagy Románia párt összefogtak és közös jelölteket
támogatnak, azért, hogy így megpróbálják az RMDSZ-t megfosztani a tisztségtől. Úgy is fogalmaztam a minap, hogy tulajdonképpen nekünk ez a legnagyobb dicséret, hogy a román pártok ennyire félnek a magyar önkormányzati vezetőktől, meg nincs miért félni, mert mi az egész közösség javára cselekszünk. Választási évben, mintha mindig megerősödne a magyar ellenes hangulatkeltés. Kolozsváron viszont most már többször tetlegességre is sor került. Szóval ez úgy elmúlik magától ön szerint, hogyha letelik a választási év? Én szerintem nem múlik el magától, és azokkal sem értek egyet, akik ezt hát ilyen balesetszerű dolognak tartják, hogy hát vannak ilyen konfliktusok, vagy vannak ilyen incidensek. Tudnélik, ezek nagyon komoly figyelmeztető jelzések. És pedig arra, hogy amennyiben felelős vezetők nem figyelnek oda nap mint nap a magyar-román viszony alakulására, akkor a történelem visszafordítható, és a feszültségek újra termelhetők. Tehát Romániában van lappangó magyar ellenesség, van lappangó szélsőséges nacionalizmus, nem is olyan lappangó, mert időnként nyíltan kimondanak sok minden. Tehát ez mutatja azt, hogy felelős vezetők visszaszoríthatják a magyar ellenességet, vagy a szélsőséges nacionalizmust, de felelőtlen intézkedésekkel elő is segíthetik. Elnök úr, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.